the lemon meringue with shortbread on the side, the fresh seasonal fruit tart with elderflower cream and plums, and the chocolate gondola traditional Italian pastry with hazelnuts. It's amazing. Az jó lesz, köszönöm szépen. Emelt. Mert szólok-e hozzá még? Kedves nézők, most jön a kedvenc. Aki lemaradt az előző videómról, és elfelejtette felvenni kazettára, annak most gyorsan összefoglalom, hogy mi történt benne. Puncit párolottatunk. Most pedig innen folytatjuk. Jó reggelt. És te végig itt aludtál. Hát... Nini és Tünde olyan jól összemelegedtek itt, hogy egymásba kabajodva kelnek fel. Szerintem. Hallottam, hogy itt szuszogsz mellettem. Na mi van, nem jött össze a Ryan Goblin a celeb Tinderen, azt már jó lesz a Noémi is. Amúgy fel vagyok háborodva, Nini, az neked szól. Hallott, figyelj már ide! Hogy behúztad az ötletemet, hogy a Janival mennék Aldiba vásárolni. Azt velem megy shopizni, azt az ő szatját viszi. Mit képzel az ilyen? Nini már nem csak a szívecskés táskákat lopja el, hanem az ötleteimet is. Mennyi pekándiós táskát el tudna pedig vinni a Jani? Jó, nyugodtan mennyi vásárolgatni a Janival. Majd én felbérlem az Ivon. Ő amúgy is keményebben tud ütni, mint a Jani. Most kezdtem boxolni, nemrég, imádom. Az én testőröm szétveri a te testőrödet. Ez csak egy vidd. Jó reggelt, lányok! Herr Hofensteinen! Ja, Wolfrau, tschüss! Mit eszlek? Te hova mész? Nem azt mondtad, hogy sportprogram lesz? Hát utána majd sportolunk, sportos ruhában. Frau, tschüss! Jelentem, a gruppel készen áll a vallatáson. Stílus nélkül nem tudom elképzelni az életemet. A divat az mindig is az egyik legfontosabb dolog volt az életemben, de gyerekkorom óta, tehát ugye 14 évesen kerültem a modellszakmába, teljesen normális, hogy megadom a módját. Fräulein, maga reggel 6-kor is fantasztikus, kirobbanó formában van. Mi a titka? Kérem, árulja el nekem. Bogi elmondja, hogy minden edzőjét viszi mindig magával bárhova utazik, nehogy kiessen a bombasztikus formájából. Nagyon szerettem volna az edzőmet elhozni Törökországból, és sokszor szokott velünk utazni, amikor kint vagyunk a hajón, a tengeren, akkor is velünk van, de ugyanígy vagyunk a síedzőnkkel, meg a snowboard edzőnkkel is, úgyhogy ők utaznak a családdal együtt. És még azokat az embereket is vinni kell mindig magunkkal, aki az edzőket edzette. Sőt, még Bíró Marit is visszük magunkkal. De most a vírus miatt szegény nem tudta idehozatni a reggeli fitness órára Törökországból az edzőjét, ezért Jeff-fel kell pótolni. Az a baj, hogy a koronavírus miatt nem tudott ide utazni Talha, de Nininek az edzője, hogy Jeff beugrott. Látszik, hogy Jeff is nagyon jól tudja, hogy hogyan kell edzeni. Karantén, vírus és sport! Tehát azt mondom nektek, azt a precíz gyakorlatokat mutat ez a Jeff. Nem csodálom, hogy Tajmanisztánból kellett idehozatni. Én nagyon sajnálom a Vivit, de nem tudok sokkal jobban együtt érezni vele, mert az az igazság, hogy nekem is folyamatosan migrénem volt, mert minden nap korán kellett kelnünk, és én ehhez nem vagyok hozzászokva. Hát ha reggel 7-kor kéne edzeni, akkor nekem is migrényeim lennének. Olyan migrényeim lennének, csak alvással lehetne őket gyógyítani. Az egyik legjobb testépítő gyakorlat, mert egyszerre mozgatja a törzsöt és a karukat. De Bogikám, hát akkor mit keres itt a Jeff? Most te fogod itt nekünk parancsolgatni? Megmutatunk egy gyakorlatot a kettlebell-lel, ami úgy szintén, ez is létezett már több száz évvel ezelőtt, legalább 500 éves. Most nem hiszem, hogy milyen control freak már ez a Bogi. Hát hagyjad már érvényesülni a Jeffet. Ezért utazott ide Tajmanisztánból. Hogy honnan? És a nők tobzódnak az első sorban, hogy minél közelebb legyenek a fiúhoz, akinek nem tudom mi a neve. A név Jeff. Ez a fiú volt a Nini modellje is, akit láttunk korábban egy kiskatyában. És tényleg ott volt egyébként a divat bemutatón. Most, hogy mondják, nekem gyanús ez a Jeff. Mindig van egy ilyen gyanús ember, aki mindig feltűnik, de senkinek nem tűnik fel, hogy ez ugyanaz az ember. Ő lesz a gyilkos a végén. Így, hogy Jeff edz minket, egy ilyen helyes pasi, még jobban odafigyelünk, hogy kitartsuk a pózokat, rendesen belegugoljunk a dolgokba. Jeff, gyere, mutass nekem pár kettlebell gyakorlatot a migrénemre. A sport után Catherine megmutatja, hogyan kell smúzolni a jacuzziban. Gyerekek, mit történt? Ezek már nem smúzoltak a jacuzziban, hanem dzsúzoltak a smakucziban. Miután kiderült Ivonról, hogy ennyire prűd, én már nem is csodálkozom azon, hogy teljesen lefagyott, amikor meglátta a saját lányát a jacuzziban a pasiával így csókolozni. Az édes anyja előtt? Hát nem szégyeli magát, kisasszony? Tessék példát venni a boglárkáról. Én se szoktam így csókolozni, hozzáteszem. Vivi már annyira migrénes, hogy Babette Mercedes mentőt hív hozzá.
Jó estét! A barátnőm van rosszul, hogy 3 napja migrénje van, és ilyen látászavar meg. Tessék, utat, köszönöm. Tessék jönni! A barátnőm túlgözöltette a seglukát a jódli szaunában, és bepálod neki. Erre! Tény is. Mi történt? Kipárologtatja a seglukadat. Szét is szteroidozzák a Vivit, hogy 52-es legyen a bicepsze. Jó, nem kell mászot nyomkodni. Kis BCA-t is szúrjatok még bele, azt egyben jó lesz. Legyen szíves, hogy nyelvét nyújt csak ki. Minek? Az, hogy megnézzük. Minek? Legyen szíves. Mondjuk ki a nyelvét, milyen. Jó. Megnézzük, hogy lepedékes-e a szája. Szerintem foghúzás is lesz. Szoktam fogat most. Persze, a vacsorára hirtelen jobban érzi magát, aztán bepózolnak együtt a utolsó vacsorára, vagy nem tudom mire. Az étkezés közben visszatér egy újabb ikonik pillanat. És hozzá magaddal a késbakot. Hát anélkül nem megyek sem aztán. De csak magának hozott. Én is használtam már késbakot, de hát nálunk ezért nem annyira fontos tényező. Mi az, hogy nem fontos tényező a késbak? Az a legfontosabb tényező. Hogy mondhat ilyet egy nő? Főleg ebben a műsorban. Nálam mindig van egy a kis táskájába. És ebben a részben most tünde készült meglepivel a többieknek. Mik vagyunk mi aranyások? Tehát gondoltam, csinálok nektek egy aranyásó desszertet. Ő nem szatyrot hozott, hanem a sorozathoz illő étel különlegessége. Mennyi arany van az enyémen? Aranyásó desszert. Sokat kaptam ettől a desszert, hogy megláttam, mondom, mi a szar ez? Azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák. Ez a sütemény az úgy lenne igazán autentikus, hogyha ásó formájú aranykanalakkal lennék. Miért nem gondoltak ilyen fontos részletekre? Nagyon szívesen. Meddig kell sütni? Ez sütni. Sütni? Ez főzött. Azt hiszem, azt mondtad, valami sütemény lesz. A jelek szerint a mi drága nénénk egy igazi konyhatündér, az a típus, aki a sütőben a használati utasítást és a mohair pulóvereit tartja, majd legközelebb hoz neki egy szakácskönyvet is a helikopter. Se főzni, se sütni, se mosogatni nem tud. Hát semmit nem tud az ilyen. Ebből nem lesz egy gyűrű anyukám. Tehát én azt gondolom, én nem vagyok aranyású, és nem is leszek sose az. Ennek a Vivinek meg nincsen öniróniája. Biztos ő is a sütőbe tartja a mohair pulóvereit. Catherine! Vagy jön érte? Nem énekelsz nekünk valamit? Léci! Mondjuk énekelhetné azt, hogy kis lány a zongoránál, megpuhult a jódli szaunánál. Álmodjál szépet, álmodjál jót, a szívtáskámat is megkaphatod. Álmodjál szépet, álmodjál jót, a szívlapán sem csapkodj arcod. Catherine már hallottuk többször énekelni, és én nagyon szeretem azt az őserőt, ami árad belőle, azt a dögös nőt. Egy nőből hogy áradhat ekkora őserdő? Ez az ilyen igazi ancient power, ami ebből a nőből árad, a Catherine-ből, ez valami elképesztő. De ez nem ér, mert a Catherine playback-kel, szóval megyünk tovább a következő programra, ami azt jelenti, hogy hőlégballonozás. Ennek Babett erőteljesen ellen is áll. Ki az, aki nem repül? Én biztos, hogy nem repülök. Én biztos, hogy ebben nem szállok bele. Babett lent is marad a földön a Total Hype Beast tündével. És megkeressük őket, vagy nem keressük meg őket? Meglátjuk. Hát találunk egy jó cukit. Nem, nagyon egyszerű. Egy jó cukiba meg kell állni, az be kell zabálni aranyásó sütiből. De biztos nem csinálják olyan jól, mint a tünde. Ballonozás közben Ivonnak meg Catherine-nek kimegy a vér a lábából. Amíg ott ketten ők pánikolgatnak, addig a többieknek a hőlik ballonozás az tökéletes alkalom arra, hogy gyönyörködjenek a tájban. Csak vicceltem, drága gyűrűkről beszélnek. Azt gondolom, a gyűrű az egy szimbolikus dolog, és egy férfi ezzel mutathatja ki azt, hogy mennyire értékeli a nőt. És hogyha a szerelem értékes, akkor a gyűrű is legyen értékes. Ezután még van arra idő, hogy Bogi gyorsan elmesélje, hogyan térdeltek le neki a Hyde Parkban. Aki szemmel láttál, az egész park közepén megkérte a kezemet. Erre hogy lehetne megmondani? Persze. És persze jött a gyűrűvel, amilyen követ szerettem volna. Igen. Tehát, hogy fontos volt nekem, hogy Bagett legyen. Bogi Bagett gyűrűt kapott? Fontos volt nekem, hogy Bagett legyen, mert az a kedvenc kémát formán, és akkor úgy voltam vele, hogy nem hiszem el. Engem még a Boglárka is eljegyzett a saját esküvőmön, és igent mondtam neki. Teljes mértékben meg voltam vele elégedve, hogy kaptam egy 200 000 forintos gyűrűt NASZ ajándékba. Ez a könyörtelen Bogi képes volt 200 000 forintért venni gyűrűt a Vivinek, csak azért, hogy megalázza a fecsót. Azt gondoltam, hogy fecsó nem lesz az a pasi, aki neked ilyen ajándékokat vásárolgat hát majd. És úgy gondoltam, hogy legyen ez neki egy jó kis üzenet. Legközelebb majd megtanulja a leckét az a fecsó.
Legközelebb majd nem spúrúskodik a gyűrűn. Hogy a barátnőitől kap nagyobb ajándékot, mint ő, amit vesz a feleségének. Fecsó nem tudott volna neki ilyet venni. Hát szegény Fecsót így megalázni még utólag, még ki is teszik a sorozatból, el is válnak tőle, és még meg is alázzák. Itt még boldogan mosolygott együtt Vasvári Vivien és Fecsó az esküvőjükön. A Katrin azért mondott nemet az Ádámnak, mert megkérte a kezét még múlt évben, és azt mondta, hogy hát nem tudod, hogy én ezt nem szeretem, ezt a fajta foglalatot? Hát... Szemét Pali. Szarfoglalattal adja a gyűrűt. Azért ki kell kosarazni a francba. Arany volt. Én pont arany volt. Színű. És fehér aranyat szerettél volna? Aha, fehér, igen. Jön a csősz, és számon kéri a másik csőszt, hogy miért tapossák le a kukoricáját. Maguk mit keresnek itt? Ha lesz látunk a földjére. Valami probléma van. Aztán nem jöhet. Hogy felvágták a száját a Vivikének? Hát de most itt van, nem tudom hány csinos nő, hát most csak elvisz bennünket. A csinos nők kihasználják a lehetőséget és hazastoppolnak a csősz furgonnyával. Lehet, hogy tejet vitt volna éppen aznap haza, de hát a nőket vitte, így járt. A lányok miatt a csősz bácsi nem tudta elszállítani a tejecskét a szegény kis cicáknak, így azok szomjasak maradtak aznap. Várjunk már, hát ez a furmányos csősz már a hőlégballonozás előtt is követte őket a furgonnal. Egész nap vadászott rájuk. Lehet, hogy ő a fecskés modell és edző fiú is? Karantén, vírus és sport! A következő részből kiderül. A következő nótát küldeném minden csodálatos hölgyeménynek. Budára, Pestre és a Dunántúlra is. Halika Mó! Baget legyen.